DVTK. A borsodi és a Volkswagen bemutatja. Hát ezt mindenféleképpen mi külön választjuk, tehát ez tulajdonképpen ez nekünk csak egy bajnoki mérkőzés, amin megpróbálunk egy másik játékrendszert játszani, és meglátjuk, hogy ez a Ferencváros ellen hogy működik. Abban az esetben, hogyha ez nem úgy sikerül, hogy mi szeretnénk, akkor természetesen mi mérkőzés közben is tudunk váltani, és visszaálltunk az eredeti játékrendszerünkre. Tekinthetjük egyben egy főpróbának is, de az a mérkőzés az teljesen más jellegű lesz. Tehát azon a mérkőzésen a Ferencvárosból két játékos nem tud játszani. Helyükre fog érkezni két hasonló kvalitású játékos, de mégis ott két játékossal, két kezdőjátékosokkal kevesebben lesznek. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kis mérkőzés lesz számunkra, de nem tekintjük ezt főpróbának. Mivel elértük az alapcélunkat, tehát hogy benne legyünk az első négybe, úgymond már nekünk nincs tétje, de mégis van, mert mi azért ugye szeretnénk nyerni, azért ők Magyarország legjobb csapata, és nyilván mindenki ellenük szeretne nyerni, és ellenük szeretné megmutatni azt, hogy igenis mit tudunk. Hát ez a mérkőzés eredetileg szombaton lett volna, de mivel a felnőtt férfi csapatunk is szombaton játszik, ezért átraktuk vasárnapra. Nagyon várjuk a szurkolókat, én úgy tudom, hogy Budapestről is érkeznek Ferencváros szurkolók, tehát azt gondolom, hogy ez egy szurkolói szempontból is számukra egy jó mérkőzés lehet. Nyilván jobb érzés, mert ugye ez a környezethez vagyunk szokva, itt edzünk nap, mint nap, tehát itt tényleg jobban érezzük magunkat, tényleg nagyon jók a körülmények, és ezeket szeretjük is itt, és tényleg ki is használjuk minden adandó alkalommal. Tehát azért ez csak a hazai pálya, ez az igazi hazai pálya nekünk. Tehát 4-4-2-es játékrendszerben játszanak, két nagyon jó csatár van elől, tehát őket hátul egy az egybe fogni azért az nagyon nagy rizikó, és ezért fogunk egy kicsit másképp játszani ellenük. Tulajdonképpen azért ezt a mérkőzést úgy kell elképzelni, hogy nagy valószínűség szerint nem mi fogjuk irányítani a mérkőzést, valószínűleg a Ferencvárosnál lesz többet a labda, és amikor mi labdát szerzünk, akkor azokat a labdákat próbáljuk vagy megtartani és labdát járatni, vagy gyors kontratámadásokat vezetni. Hát nekünk ez a jó pár mérkőzés, ami még hátra van, a szakmai stábnak ez azért jó, mert itt tulajdonképpen a legjobb magyar csapatok ellen láthatjuk azt, hogy a saját játékosaink mire képesek. Fel tudjuk mérni azt, hogy mely posztokra lesz szükség nyáron erősíteni ahhoz, hogy a következő évben kitűzött célunk a elsőtől a harmadik hely valamelyike, hogy ezt magabiztosan meg tudjuk szervezni. Tehát hiába mondjuk azt, hogy ezeknek a mérkőzéseknek nincsen tétje, a lányok részéről igenis van, tehát nekik most kell azt bebizonyítani, hogy milyen játékosok, milyen karakterek, kivel tudunk hosszabban számolni, kivel nem tudunk, és hogy mely posztokra kell nekünk nyáron mindenféleképpen erősíteni. Tehát azért hiába nincsen rajtuk semmiféle nyomás, azért valamilyen szinten mégis van, ugyanis most be kell azt bizonyítani, hogy igenis ki meghatározó játékos az NBA-ben.